Az idén jellegű betakarítási munkák során, főként a nyári és őszi hónapokban, az utóbbi években egyre fokozódott a munkaerőhiány. Az okok között szerepelt, hogy nem voltak megfelelően összehangolva a települések közfoglalkoztatási programjai és a mezőgazdasági idényfeladatok. feladatok. Ezért a gazdák nem minden esetben számolhattak megfelelő mennyiségű, szezonális munkaerővel. Így több esetben is megcsúsztak a betakarítással, például az alma esetében is. Így, ahogy nincsen elég ember, így hátrányuk szenved az, hogy például az almát időben nem tudjuk leszedni, tolódni minden egymásra, és vannak olyan fajták, amiből már csak azért lesz léalma, mert már rég a hűtőházba kellene lenni, de annyi ember nem átrendelkezésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezete 2014 óta szeretné hatékonyabbá tenni az egyszerűsített foglalkoztatásban dolgozók bevonását a mezőgazdaságba. Idén a tagságtól érkezett észrevételek alapján Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke törvénymódosító javaslatokat nyújtott be. Ezek a mezőgazdasági idény munka és teljesebb kiszolgálását is célozták. A törvénymódosító javaslatokat az országgyűlés megszavazta, a változások november 24-én léptek életbe. A jövő évi járási tart munka mintaprogramokat a mezőgazdasági munkákhoz, a vegetációs időszakhoz igazítva indítják, és fontos cél a mezőgazdasági idénymunka szezonális munkaerő szükségletének rugalmas kiszolgálása. Már most jelentős számú közmunkást igényeltek a gazdálkodók a megyében. A falugazdász hálózaton keresztül 230 ember napnak. 236 ezer ember napnak számít az, ami igényt lejelentettek, ez 1100 főnek az egész éves foglalkoztatását oldaná meg, de én szerintem ennek a többszöröse megjelenhetett igényként, mert ez csak a falugazdász hálózaton ment, aki a munkaügyi központba bejelentette ezt az igényt, de nem vette a mi segítségünket igénybe, vagy szaktanácsadóján keresztül tette ezt be, vagy a vállalatnál vannak ügyintézők, akik ezt megtették. A közfoglalkoztatás kérdésének megoldása mellett az országos talajgenerátoros jégeső elhárítási rendszer kiépítésében is jelentős lépéseket ért el idén a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A beruházás során 984 új talajgenerátort helyeznek el, négy régióban, közülük a tervek szerint Kelet-Magyarországon 275-öt. A rendszer működtetéséhez szükséges szakemberek 2018 elején állnak munkába a régiók, központoknak a felépítése már nem fog megvalósulni május 1 de akkor is el fog indulni ez a jégelhárító rendszer, mert már a kamara intézkedett a felől, hogy addig átmenetileg bérelt raktár, illetve bérelt szociális helyiségeket kötött le, hogy erre a két hónapra, vagy nem tudni mennyi idő fog eltelni addig, ameddig ezek a beruházások, építkezések befejeződnek de az ígért vállalás, hogy májusban el fog indulni az egész országban, ez biztos. A jégelhárító rendszer évente 50 milliárd forint mezőgazdasági termelési értéket tud majd megóvni, de a házakat, autókat is képes lesz megvédeni a nagyobb jégverésektől, mégpedig úgy, hogy a talajon elhelyezett generátorból a megfelelő időben ezüstjordított párologtatnak a levegőbe, ami megakadályozza, hogy nagy méretű jégkristályok alakuljanak ki.